Nos, üdvözlök mindenkit! Ezennel először is szeretném nektek élőben is megköszönni az 1000 feliratkozót és a rengeteg figyelmet, amit a csatornánknak szenteltetek. Igyekszünk ezt viszonozni és a lehető legtöbb tartalommal érkezni a közeljövőben. A szukkubuszos videó után megszavaztátok, hogy a következő lény, amiről szó legyen, a Draug lesz. Hogyha nem tudod, hogy miről van szó, nézd a csatorna közösségi fülét. Ja, és van egy gaming csatornánk is, azt ugyanott megtalálhatjátok. A Draugr egy igazán különleges lény. Sok szempontból kitűnik más mitológiai élőholtak sorából, és nem csak azért, mert nehéz kimondani a nevét. A halálból visszatérő emberek rengeteg mitológiában jelen vannak, a japán Onryótól kezdve az afrikai Zambiig, a Draugr pedig a skandináv mitológia egyik kedves kis szereplője. A Draugrok ugyan élőholtak, az öntudatuk mégsem hagyta el teljesen a testüket más élőholtakkal ellentétben. Lélekkel ugyan nem rendelkeznek a hagyományos értelemben, ám nagyon is tudatában vannak létezésüknek, és sokszor varázserővel is rendelkeznek, és ez teszi őket igazán veszélyessé. Vannak mitológiai történetek, amikben a draugr embereket eszik, van, ahol a vérüket issza, de annyi közös ezekben, hogy egyikben sem barátságos és jó szándékú teremtményekről van szó. Arról nincs sok szó ezekben a történetekben és szagákban, hogy kiből és hogyan lesz Draugr a haláluk után. Abban azonban minden lény egyezik, hogy egykor harcosok teteméből jöttek létre, akik általában nem voltak méltóak arra, hogy a Valhöllbe jussanak, mivel nem voltak bátrak a haláluk idejében. Sok vita szól arról az ilyen mitológiai körökben, hogy a Valhöllbe jutáshoz a különböző történetek szerint csak csatában kell-e meghalnod, vagy bátornak is kell lenned, minden esetre ezek a harcosok nem jutottak ide. Mivel élőholtakról van szó, egy ilyen jószágot nem egyszerű legyőzni, általában a hősnek vissza kell tuszkolnia a sírjába a holtat, hogy az lenyugodjon és végleg meghaljon. A skandináv szagákban a draugrok általában kincseket őriznek, és sokszor az életükből hátramaradt kapzsiság hajtja őket, hogy még több kincset szerezzenek meg maguknak. Gyakran kifejezetten bosszúvágyból támadnak azokra, akik életükben raboltak tőlük, továbbá a róluk készült leírásokban arról is szó van, hogy illúziókat tudnak kelteni a varázserejüket felhasználva, mellyel elkerülhetik azt a feltűnést, amit az oszló tetemük okoz. Akárhogy is, ezek a lények általában mindenképpen azon vannak, hogy megkeserítsék a halandók életét, és a bosszúvágyuktól az sem riasztja vissza őket, hogyha olyan embereket kell megölniük akár sorra, akiknek igazából semmi közük nem volt hozzájuk, és teljesen ártatlanok. Az ilyesmikről egyébként a Grettis szagában lehet olvasni, amiben egy Glamr nevű draugr szerepelt. Habár a draugr az újabb skandináv mitológiai történetekben szerepel, az ilyen népi történetek nyilván nem kerülhetik el a változást a hosszú idők folyamán. Ha a régi változatokat olvasod, például a verses Eddát, amit amúgy nagyon tudok ajánlani, akkor abban nem sokat találhatsz a draugrokról, de ha újabb történeteket és szagákat veszel elő, akkor sok ilyesmi lényről találhatsz említést. Abban mondjuk nem konzisztens a dolog, hogy ezek a lények a mi világunkban élnek-e, vagy Helheimben, tehát abban a világban, ahová a Valhöllbe nem méltó holtak jutnak. Minden esetre tudom ajánlani a saját jellegű olvasást. A skandináv mitológia világ végéjében, a Ragnarökben eljön a körömhajó, a holtak körmeiből kovácsolt hatalmas bárka, amin mindenféle rémségek támadják meg Midgard és Asgard földjeit. Ezt a hajót Loki vezeti néhány történetváltozat szerint, az újabb átírások szerint pedig sok ezer draugr katona jöhet vele, a jötunnok, tehát jégóriások mellett. Ezek a holtak pedig minden bizonnyal a már említett Helheim fagyos alvilágából szöktek meg, ahonnan a Valhöllre nem méltó emberek kerültek elő. Nos, ebben a videóban ennyit szerettem volna erről a témáról, de a skandináv mitológiáról és hasonló történetekről még bőven lehetne beszélni. Minden észrevételeteket várom a kommentek között, jót és rosszat is, ne felejtsétek el azt is bőven megírni, hogy hol lehetne még fejlődnünk. Minden esetre köszönöm a figyelmeteket, én Darkest voltam, sziasztok!